Összemérték erejüket a tatabányai városrészek. Első alkalommal rendezték meg az egykori Tatabánya város történeti vetélkedője ihlette Kincsesbánya nevű vetélkedőt. A csapatok egész nap lelkesen járták a várost, és apait, anyait beleadtak, hogy a lehető legjobb pontszámot érjék el. Mindenhol vidám, jó hangulatú, jó kedvű emberek csoportjaival találkoztam, úgyhogy nagyon élvezik a játékot, ez volt a cél. Nem csoda, hogy mindenhol vidám emberekkel találkoztunk, az Agora munkatársai rengeteg ötletes feladattal készültek. Az első állomás, ahova ellátogattunk, a Ságvári úti sporttelep volt. Itt mindenféle sportos feladat várt a résztvevőkre. Lehet, hogy majd lehet nehezebb feladatokat is kitalálni, mert nagyon-nagyon ügyesek mind az elméleti, mind a gyakorlati feladatoknál. Mennyire nagy a versenyszellem? Nagyon-nagyon komoly, szurkolói csapatok abszolút buzdítják és segítenek is a csapatoknak, de nagyon-nagyon komolyan veszik, úgy látom, a csapatok. Egy-egy feladatnál itt három fős csapatokra bontunk még egy 12 fős csapatot, de hát részben maradnak meg a három fők, ugyanúgy buzdítják és segítenek egymásnak, mint hogyha egy-egy egészet alkotnának. Eddig maximális pontszámmal csináltuk meg mind a három állomásunkat. Milyen feladatok voltak eddig? A csónakázontón át kellett juttatni egy, hát építeni kellett egy lélekvesztőt, és azon át kellett juttatni egy liter folyadékot. Felsőgallán volt még, gyöngyöt kellett fűzni, svábasszonyt kellett öltöztetni, meg énekelni kellett. Az Életfatéren is kint jártunk, ahol jól megmozgatták a csapatokat, mi épp a Sárberkiekkel futottunk össze. Egy tánc flashmobot találtunk ki a csapatoknak, mindenféle kellékkel, tehát lufit, kalapot, esernyőt, mindenféle egyéb dolgot, színeset, és adtunk hozzá egy zenét, és ezt a feladatot kellett a csapatoknak 15 perc alatt megoldaniuk, ki kellett találni egy koreográfiát, és be kellett vonni a szurkolókat is természetesen, amelyik csapatnak volt szurkolója. Mennyire kreatívak? Én azt gondolom, hogy ugye mi most már reggel óta itt vagyunk, és figyelemmel kísérjük a csapatokat, rendkívül kreatív és érdekes megoldásokat találtunk. Nagyon tetszik a verseny, nagyon jól érezzük magunkat. Sárberek szerintem az egyik legjobb csapat, úgyhogy én csak gratulálni tudok. Tehát itt a főtéren, amilyen táncot előadtunk, az szuper volt szerintem. És mindenkinek tetszik. Nagy tapsot kérek! Nagyon jó a hangulat! Úgy gondolom, ezek azok a vetélkedők, amelyek most végre megint elindult, amely ezt a célt fogja szolgálni. Hogy tetszett ez az állomás? Ez egy nagyon kreatív állomás volt. Itt kioszottuk magunkból a gyermeket, és remélem, hogy ez sikerült is. A vetélkedőnek láthatóan óriási közösségépítő ereje volt, de azért tanultak is a játékosok. Kincses Tatabánya vetélkedő segít abban, hogy jobban megismerjék a tatabányaiak a városban lévő értékeket, és nem csak a város múltját, hanem a városrészek múltját, értékeit is. A volántelep mellett például egy régi hagyományt, a tojásgurítást is kipróbálhatták, de előtte persze meg is kellett őket festeni. Szerintem nagyon lelkesek, van, aki kevésbé, de a 90%-a lelkes. Eddig 4 csapat érkezett hozzánk, az újvárosiak már, ahogy megérkeztek, nagyon lelkesek voltak. Az első csapat is nagyon lelkes volt, úgyhogy szerintem estére már nagyon jó lesz a hangulat. Hogy mennek a feladatok? Nagyon jól. Már azon gondolkodtunk, hogy valami gumiszabályt kellene kialakítani, mert mindegyik nagyon jól teljesít, úgyhogy szerintem nagyon szoros lesz az élmezőny. Hát ezt az Ikarus buszt kell most lefestenünk, hát reméljük, hogy sikerülni fog. Életemben nem tudtam rajzolni se festeni, most se fog sikerülni. Akkor gondolom nem ez a feladat lesz a kedvenc, eddig melyik tetszett a legjobban? Mindegyik állomáson nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük szépen, volt, ami betalált volt, ami ezt gondolkodnunk kellett, de nagyon jó a csapatunk, ugye? Hajrá, Újváros! Hajrá, Újváros! A dombon végül nem a nagy gonddal megfestett buszos tojásokat kellett legurítaniuk a versenyzőknek. Az alsó gallai tojásgurítás hagyományát fogjuk most feleleveníteni. Itt lesznek a tojások. Ezeket a szépeket elkezdtek. De ezek fatojások, úgyhogy nem lesz semmi bajuk. Ezek a szép tojások, eddig is túlélték. És ez lesz majd az a pont, amin túl, vagy legalább idáig el kell gurítani.
mégpedig onnan, ahova Barbie most igyekszik lelkesen. Természetesen a városvezetők is kivették a részüket a munkából, együtt küzdöttek a csapatukkal. Egy kicsit közelebb hozza ez embereket, illetve ez egy felkészülés a jubileumi év nagy játékára. Szerintem ilyen rendezvényekből kellene jó néhány. Most egyelőre az újváros identitás erősödik, de nyilván a többi városrészben is ugyanígy vannak. Kicsit azért itt egymással versengünk is, az alsó galéjakkal, meg a felső galéjakkal, meg sárberkiekkel találkoztunk. Természetesen mi vagyunk a jobbak, Újváros, de szerintem minden közösséget, mikroközösséget épít ez a dolog. Nagyon köszönjük a szervezőknek. Ablonci Dánielné pedig a szervezésben segített, az egyik helyszínen várta a csapatokat. Érdekes módon az idősebbek mozdultak először, és húzták és vitték magukkal az unokákat és a gyermekeiket, és nyilvánvalóan innentől kezdve a családokat mozgatták meg, aztán a szomszédokat, és onnantól kezdve mindenki mindenkinek szólt. Itt a Puskinban a testük helyett az agyukat kellett megtornáztatniuk a játékosoknak. Egy szlovák személyiséghez kötöttük a feladatot, Juri Janosik nevéhez. Ő egy szlovák bandita volt, tulajdonképpen a szlovák Robin Hood, és az ő arcképét rejtettük el, valamint négy tárgyat, amiben az ereje volt. Ez egy speciális öv, a varkocsba font haj, fehér ing és a fokos. Ez a négy tárgy van elrejtve. Ezeket kell megtalálni a versenyzőknek különböző táskákban, szekrényekben, amelyek kulcsa vagy számzáras lakattal vannak ellátva. Volt egy állomás a Csónakázótónál is, ahol a vállalkozó szelleműek gumicsizmát húzhattak és bemehettek a vízbe. Kétféle feladatunk van, vizes feladat, illetve a növények között kell majd bóklászni a csapattagoknak. Keresgélniük kell, kreatív feladat lesz, illetve szükség lesz majd a kézügyességükre is, barkácsolniuk kell, nagyon kevés anyagból. Eközben a vértes agórája finomabbnál finomabb rétesekkel telt meg, a program része volt a rétessütő verseny is. Cseresznyés darás, cseresznyés diós, aztán medgyes mákos van, túrós, amiben van olyan, hogy barack is van benne, és akkor az almás, az abból többet is hoztunk, és a sósból a káposztás és a krumplis rétes. Medgyes és túrós, a másik pedig medgyes meg körtés. Kétfélét hoztam, milyen vegyeset. Milyen eredményre számít? Nem azért csináltam, hogy talán betélkedjek, hogy a részvétel miatt inkább. A zsűri elnöke szerint nagyon nehéz volt a pontozás, de azért sikerült döntést hozniuk. Voltak, akik próbálkoztak kéztésztákkal, boltba vették, voltak olyan csapatok, akiknél nem közös munka volt, tehát egyértelműen kettő oszlott a réteseknek a minősége, tehát volt egy nagyon jó minőségű rétes, vagy kettő-három is esetleg egyik csapatnál, viszont volt másik egy-kettő-három ugyanabban a csapatban, amik szinte értékelhetetlenek voltak. Úgyhogy így leosztályozni egy csapatot nem volt könnyű feladat. Rétesütésben végül a sárberkiek lettek a legjobbak. Díjazták a szurkolói csapatokat is, közülük harmadik helyen a Fekete Gyémánt végzett Óvárosból, második helyen a Bánhidai Bizsergők, a legeredményesebb szurkolói pedig az újvárosiaknak voltak. És akkor jöjjenek a vetélkedő helyezettjei. Ötödik helyen a felső gallai felfedezők, az alsó gallai ászok, a hatodik kerület vitézei és a kerekberek csapata végzett, negyedik lett a Fekete Gyémánt, harmadik a Bánhidai Bizsergők, második az újvárosi kincskeresők, a győztes pedig... Mit gondol, mi volt a sikertitka? Szerintem a csapatmunka meg a lelkesedés mindenképpen az a kettő volt, amit ki tudok emelni. Azért a többi csapat sem szomorodott el, hiszen tulajdonképpen mindenki nyert, már azzal, hogy együtt tölthették a napot.
Az óvárosi csapatnak kapitánya lenni, tagja lenni nem csak felemelő érzés volt, hanem úgy gondolom, hogy maga a csapat az összetételét tekintve is sikerreményre jogosító csapat volt. Mindenki, aki a csapatba meghívást kapott és el is jött természetesen, úgy gondolom, hogy teljesítette a kihívást is. Itt igazság szerint nem az a lényeg, hogy hányadikak vagyunk, hanem az, hogy egy fantasztikus napot együtt tölthettünk. Megmondom őszintén, nem is számítottam rá, hogy ennyire jól fog sikerülni ez a mai nap, és hogy így felnőttként is ennyire fogom élvezni a különböző feladatok megoldását és a versengést. Úgyhogy a mi csapatunk is nagyon összekovácsolódott a nap végére. Ez minden csapatról elmondható. A nap végére láthatóan összekovácsolódtak a tagok, úgyhogy a szervezők már összegzik is a tapasztalatokat, hogy a következő vetélkedő is legalább ilyen jól sikerüljön. Várakozásokat meghaladó, egész napot átívelte az esemény, megmozgatta az összes városrészt, a 10 állomást. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól sikerült. Az első kincses bánya tehát remekül sikerült, 200-an versenyeztek és közel ugyanennyien szurkoltak nekik, úgyhogy nem is kérdés, hogy jöhet a következő.